A magyar kulturális kormányzat komoly figyelmet szentel annak, hogy a kultúrára nevelés, a kultúrához való hozzáférés a lehető legszélesebb rétegekben megtörténjen, a családok körében, a gyerekek életében már egész kicsi kortól, ez missziós munka, szögezte le Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár. Nem véletlen ezért, hogy pont a bábosokkal kezdte el a munkát. A Nemzetközi Báb Fesztivál alkalmából egy szakmai egyeztető fórumot tartott Magyarország Báb Színházainak vezetőivel Békés Csabán. A tanácskozás célja az volt, hogy közösen tudják kialakítani azokat a stratégiai célokat, melyeket az elkövetkezendő 4 évben végre tudnak majd hajtani. A Báb Színház az a szintér, amely egyszerre tudja megszólítani a kisgyerekén keresztül az anyukát meg a nagypapát is. Segítségünkre lesz abban, hogy a családi összetartozás, az egymásra figyelés és a megfelelő üzeneteknek az eljutatásában együttműködik a kulturális kormányzattal. Ezért jöttem el erre a megbeszélésre. Szeretném megismerni a szférának a gondjait, szeretném megismerni a Báb Színházi területen dolgozó embereknek a gondolkodásmódját. Fekete Péter hozzátette, ez a fesztivál hozzájárul ahhoz, hogy Békés Csaba város lakossága büszke legyen arra, hogy itt él. Nem véletlen, hogy ezt a helyet választották otthonuknak, és nem vágynak el innen, hiszen a 17. Nemzetközi Báb találkozónak köszönhetően eljön hozzájuk a világ. Úgy gondolja, hogy Lenkefi Konrád örökségének életben tartásával kultúrpolitikai értéket teremtettek a megyeszékhelyen. Lenkefi Zoltán stábunknak elmondta, hogy ez egy nagyon is élő műfaj, mely mindig meg tud újulni. Nagyon-nagyon sok újdonság van közte, sőt azt kell mondanom, hogy nagyon, nagyon komoly termelés van a mai bábszínházi világban. Nyilván termelés ez egy nagyon rossz szó, de rengeteg előadás új és új jön ki, és hál' Istennek most már Magyarországon a bábos közösségek, a hivatásos színházak, azok olyan magas színvonalon őzik ezt, ami nem nagyon überelhető. Tehát, hogyha valaki ma Magyarországon bármelyik bábszínházba elmegy, akkor nyilvánvalóan nem fog csalódni, olyan minőséget kap, amit nagyon kevesen tudnak. A Báb Fesztivál közönsége a hazai darabok mellett több külföldi előadást is megtekinthetett. Ilyen volt például Karomato Fa Cirkusz című báb előadása. Ez egy tradicionális cirkusz tematikájú báb előadás a Cseh Köztársaságból, Csehországból. A 19. században, amikor felnőttek számára készültek hosszabb előadások, a felvonások között gyakran szórakoztatták a nézőket vicces, humoros játékokkal, amit nagyon élvezett a közönség. Ez az, amit mi most ebben az előadásban, mint cirkusz hoztunk létre. A közönség 27 előadást, koncertet nézhetett meg 4 nap alatt a 17. Nemzetközi Báb Fesztivál keretében. 15 hazai társulat, illetve független előadó 24 báb előadást, 2 koncertet, 1 tánc előadást és 4 külföldi, szerb, spanyol, olasz és cseh darabot tekinthetett meg a fesztivál közönsége.